katonának adott a sék. A toborzást játszották el júniusban a múzeumfaluban. Ott tartották a Verbunk napját. Számtalan olyan programot szerveztek a szabadtéri múzeumban, amely a megyei értékeket mutatta be. Sőt, 2022 tavaszától egy olyan új állandó kiállítást terveznek, amely az értéktár valamennyi tárgyát bemutatja. Nagyon szorosan összefonódik a múzeumfalu és a megyei értéktár munkája, hiszen értéktári eleme a Sóstói Múzeumfalu, duplán is az, hiszen a Tirpák népi építészetet is mi képviseljük egy cigánybokri házzal, ami a múzeumfalu területén található. A Sóstói Múzeumfalu alapítása óta a megyei népi építészet bemutató helyévé vált, hát 1979-es nyitás óta folyamatosan azon munkálkodik egészen napjainkig, hogy bemutassa és a mindenkori generáció számára tovább vigye az örökséget, a hagyományt, amit itt a mi megyén képvisel. Identitásképző intézmény vagyunk. Fontos az, hogy a hagyományőrzés mellett az én tudatunkba beépüljön az, hogy mi ide, ez a megyéhez tartozunk. Múzeumfalu idén Hungarikum pályázat keretében egy új állandó kiállítást pályázott meg, aminek a keretében jövő év tavaszán szeretném megnyitni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárral közösen új állandó kiállítás, egy Túr István dicsőrben kialakított tárlat. Ez egy interaktív tárlat lesz, amelyben minden értéktári elem szerepet fog kapni, bemutatásra kerül, digitális felületeken, manuális terekben, kreatívan, innovatívan mutatjuk be, hogy milyen elemek is vannak a mi megyénkben. Ennek kapcsán egy értéktárkonferenciát szerveztek a megyeházán. A rendezvény az Itthon Együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pályázat része volt. Az eseményen elhangzott, az értéktármozgalom nem csak a megyei identitás és a település identitás szempontjából fontos, de a nemzeti identitás tudatunkat is erősíti, hiszen ez megmaradásunk zálogát jelentheti. A megyei értéktár idén tovább bővült, a mintegy 146 elemet tartalmazó listán megyei kötődésű hungarikumok is szerepelnek. A Magyar Nemzeti Értéktárba bekerült az utóbbi időszakban egyrészt ugye az új Fértő-Fürtös megy, amellett bekerült a Zema porcelán, mint egy modern korban keletkezett, hagyományokra épülő megyei érték, és ott van a Beregi keresztszemes hímzés is, amely az egyik szívemhez legközelebb álló érték, és a hungarikumok között pedig Mária Pócs, mint nemzeti kegyhely került be abba a rajstromba, amely azokat a kimagasló nemzeti értékeket gyűjti magában, amelyeket mi hungarikumokként ismerünk, de már felterjesztettük a Beregi keresztszemes hímzést is, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő években még több sikerről és még több hungarikumról, megyei kötődésű hungarikumról tudunk majd beszámolni. A megyei értéktár listája a napokban Gróf Lónyai Menyhérttel, valamint Sukta Bertalanné keresztszemes hímző népi iparművésszel bővül.